Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jó, Battlefield egyezünk, srácok, valami csoda folytán meghívást kaptam a Battlefield Incursions-re, és nagyon szomorúan tölt el, hogy a baráti listámon senki más nem kapott meghívót erre a játékra. Srácok, Battlefield 1 Incursions-re, beírjátok Google-be Battlefield 1 Incursions, és amit kidobott első linken, ráugrotok és regisztráltok az alfára, és ha szerencsétek van, meghívót kaptok. Én most kaptam meghívót, el is felejtettem, hogy regisztráltam rá, de kaptam meghívót Battlefield Incursions-re. Ha le volna maradva, mi az Isten nyíl az a Battlefield Incursions, akkor elmondom, hogy az IE-sek már egy jó ideje, vagyis a DICE már egy jó ideje be akar törni a kompetitív játékmódban. Na most a Frostbite Engine nem feltétlenül felel meg ennek, mert hogy azért megvannak a kisebb hibái, ami megakadályozza abban, hogy egy megfelelő engine legyen e-sportokra, mondjuk mint például az Activision Call of Duty-ja, szóval egy-két probléma még akad, de az Incursion az első igazán komoly próbálkozása, az EA-nek arra, hogy a Frostbite Engine hibáit, illetve jobbá tegyék, illetve a lövésmechanizmust és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy egy megfelelő e-sportot csináljanak a Battlefieldből. Az Incursions, ez tényleg voltak próbálkozásaik, de ugye a Frostbite Engine hibái miatt nem feltétlenül volt jó ez az egész. De az Incursion tényleg úgy néz ki, hogy alakul valami. Na most, egy jó ideje nyommal követem, hogy hogyan alakul az Incursions, és végre rátettem a kezemet, úgyhogy ti is láthatjátok, és megfogalmazhatjuk, hogy mi az Isten nyila ez az Incursions, és te hogyan látod az EA-nek, DICE-nak, illetve az a Frostbite-nak, a Battlefield-nek az e-sportokban való részvételét. Egyáltalán szívesen néznél-e ilyet, és játszanál-e ilyet, és mik azok, amiket te, mint játékos, szívesen látnál egy Battlefield egy e-sportban, miközben szeretném megosztani a tapasztalataimat erről az Incursionsről és a játékmódról, a játékmódokról, és hogy mit gondolok úgy, hogy jó vagy rossz, vagy stb. És az egészet levonatkoztatom egy szubjektív véleményre, mert másképp ezt nem nagyon lehet megítélni, csak egy szubjektív véleményként. Nos, első lépésnek olyan szinten megkavarták a kasztokat, ami teljesen egy új játékká teszi ezt a Battlefieldet. Meg kell tanulni újra a kasztokat, hogy kinek milyen van. És minden játékban, 5v5, minden játékban egy kasztot választhatsz, és annak a kasztnak a fogja leszel végig. Tehát amíg véget nem ér a játék, abban a kasztban leszel fogva. Na most ez azért érdekes dolog, mert különböző szekciókon mész keresztül a pályákon, ahol különböző szekciók más-más fajta stratégiát követelnek meg, így megeshet, hogy a kaszt, amit választottál, egyes szekciókban emiatt nagyon gyengén fogsz teljesíteni. Na most ebből a szempontból úgy érzem, hogy a kasztok, amiket választottak, és a gadgetek, tehát a kiegészítő, amiket hozzáadtak a különböző kasztokhoz, egy egészen balanszolt változatai vannak. Ezt mondom úgy azért, mivel hogy nem volt csapat, akivel tudjak játszani, így randomokkal játszottam, és max a játékbéli kommunikációt használtuk, és azért, és sikerélményem volt, és úgy éreztem, hogy bármelyik kasztot is választom, szóló játékosként egy csapatban sikerélményem van. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon elégedett vagyok, és úgy gondolom, hogy egy nagyon precíz és átgondolt munkát csináltak a DICE-nál, amikor kigondolták, hogy melyik kasztnak milyen kiegészítőket adnak. Tegyük fel például itt egy snipernek füstkilövője van, és ez egy tök jó dolog, mert hogy támogatni tudja a csapatát. Az egyik asszoltnak például a sniper csali fejek vannak, amik radarként működnek, akkor a mediknek egy light machine gunja van például, akkor és minden, tehát tökéletesen, nem mondom, hogy tökéletesen, de egy nagyon jó balanszolt kasztokat találtak ki, és hogy egymást támogassák,
És ahogy nézem, hogyha nem is egy, hogy egy random csapattal is vagy, akkor mindegy, hogy mit választasz, mindegyik kaszt valamilyen szinten együtt tud működni egymással. Viszont az Isten szerelmére, hogy ki van ott a Dice-nál, aki valahogy egyszerűen nem képesek meg rájönni arra a varázsformulára, ami egy játékot kompetitívvé tesz, vagy e-sport szintre tudja emelni, és jobbá tudja tenni. Szóval egy nagyon nagy problémája van ennek az Incursionsnek, amivel nem egyszer futottam bele a játék közben, és ez az Isten verte Spawn Camp. És az első dolog, amit írtam feedbacknek, mert vagyok olyan törődő, és írtam feedbacket erről a játékról a Dice-nak az oldalára, az az volt, hogy kell egy területi spawn protekció. Területi, nem idő, hanem területi, mert a tank és a tetve sniper egyenesen rálát sok pályán a spawnra, és amint bespawnolsz, meghalsz. Tehát ez előfordult velem legalább kétszer, és láttam közben a térképen a társaimat is ebbe előfordulni. Nem túl jó érzés, hogyha egy spawnon egy hátulról kempelő ember egy kompetitív e-sport játékba a spawnra kempel, tehát eleve azt még nézni is szar. Tehát, ja, de jó, az egyik csapat, befoglalták a pontot, és most spawn kempelnek. Skill, odaver. Szóval ez nagyon-nagyon nagyot hibázik ebbe a játékba, és sajnos az én üzenetem nem feltétlenül jut el a Dice-hoz, hogy ezt meghallgassák, de ez egy varázspirula lenne, amit ha bevennének, rájönnének, hogy attól, hogy spawn protection-t adnak, nem tesznek rosszá egy játékot, de ha egy területi spawn protection kell. Tehát ha a spawnolva bespawnolsz a kezdőre, az védve van egy bizonyos méterig, legalább addig, amíg az első fedezékig elérsz, és onnantól kezdve már nem vagy védett. De ha ezt nem is hajlandók megcsinálni, amit észrevettem, hogy amúgy csináltak, az egyes pályákon, Amiensen például, extra utakat adtak a dolgokhoz, a kis sikátorokhoz, hogy el tudj menekülni, na most ugyanígy extra fedezéket is adhatnának, például a Sinai Deserthez, hogy ne legyen már az, hogy a spawnon kikempelnek. Vagy például a spawn rendszert, a kezdő spawn rendszert megcsinálhatnák olyanra, hogy ne a háztetőre spawnoljak már nyílt terepre a sniper scope-pal szembe, hanem mindenki kivétel nélkül a földre spawnoljon egy fedezék mögé, ahonnan fel lehet építeni stratégiát. Ez volt a legnagyobb problémám a Battlefield Incursion-szel, és ezen nagyon gyorsan úgy gondolom, hogy javítani kell, mert nem egy olyan pálya lesz az Incursion-ben, ahol több mint valószínű, hogy a sniper vagy a tank rálát a spawnra, és egyenesen a counter snipert vagy a tank ellenest fogják likvidálni, hogy ugye nyerjenek. Szóval ez így nem feltétlenül egy túl jó dolog. Jó, mondhatjátok, hogy lehet friss granátozni, lehet mindent csinálni, de sokszor higgyétek el, nincs időt, bespawnolsz, headshot, what the fuck. Szóval az úgy nem móka, és természetesen a tetves füstgránátokat nem arra akarom elhasználni, hogy a spawn védelmet csináljak magamnak, hanem arra, hogy a csapatom előre nyomuljon. Ez nagyon fog kelleni, úgy gondolom, az Incursionsben. Továbbá, ami a csapatjátékot illeti, fantasztikus kommunikáció kell hozzá, és hogyha ez egy minimális már megvan amúgy, hatalmas sikert érhetsz el, és ezt mondom randomokkal. Volt tegnap egy játékunk, hogy tényleg úgy játszottunk, hogy hármat nyert a ellenfél, hármat nyertünk mi, és akkor volt fél idő, egy hosszúra elnyúlott játék volt, de egy kezdetleges kommunikációt használtunk, és már is élvezeti magaslatokba emelte az egész játékot. Na most, mennyire van köze a Battlefieldhez ennek a játéknak,
És leszűrve azt, hogy mennyi év COD tapasztalatom van, azt kell, hogy mondjam, hogy aki nagyon taktikusra akarja fogni a dolgokat, akkor az nem feltétlenül lesz sikerélményes, mert 5v5-be vagyunk, egy hatalmas területen foglalunk, egy hatalmas területen zajlik az objektív, és lehet rusholni, ösztönökre, reflexekre hagyatkozni némi taktikával. Szóval akinek már egy ilyen pár év tapasztalata van a shooter világban, az egyáltalán nem lesz elveszve benne. És azért mondtam, egy kicsit kodos, hogy őszinte legyek. Szóval megvan benne ez a kod feeling. Rusholsz, ahol kell, kempelsz, ahol kell, kivárod, ahol kell, és voilà, és úgy megvan a sikered, és teljes mértékben eltér attól, amit mi úgy értelmezünk, hogy Battlefield játék. Ez egy fasza shooter, egy fasza kompetitív lehetőségekkel, e-sport lehetőségekkel bíró shooter játék, amit úgy esik, hogy Battlefield Incursionsnek hívnak. Így is mondhatnám, és élvezetes, és jó. Na most, hogy mennyire, ugye folyamatosan tesztelik a játékot, a játék élményedet, minden játék végén adatokat gyűjtenek arról az adott játékról, és azt gondolom, hogy ez megeshet, hogy egy zárt szerveren, LAN-ban, e-sport körülmények között megrendezve, ugye ahol nincs ping, nincs lag, nincs semmi, hanem minden tökéletesen működik, több mint valószínű, hogy ez egy kurva jó élmény és játék lesz, de így, hogy időnként beleszól az internet, a ping és anyám kínja, lesznek frusztráló pillanatai, és valószínűleg időnként ideges is leszel, de annyit mondok, aki annak, aki kipróbálja majd ezt a játékot, hogy ne frusztrálódjatok rajta, mert hogyha hibát is ejtesz, az nagyban előfordulhat annak, hogy a másiknak jobb kapcsolata van, mint neked, és ezt észrevett vice versa volt, hogy én kaptam ki azért, mert hogy néztem, hogy mi is történt most teljesen, de volt úgy, hogy most meg kellett volna halljak, de mégis én élek, című történet. Szóval emiatt így mondhatni, hogy a fairség érzete itt-ott eltűnik, de nem vészes a dolog. Nos, srácok, ez lett volna a én beszámolom Battlefield 1 Incursionsről. Általánosságba véve egy pozitív élményem volt, és sikerélményem volt ezzel a játékkal, de szkeptikus vagyok. Remélem, hogy összehoznak valami jót, és azzal a jóval, amit összehoznak ebben, felhasználják a jövőbéli Battlefield játékokban, és valami még jobbat hoznak ki, mint ami jelenleg van. Srácok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornákra, használjátok a Discord szerverünket, link a videó leírásban, kérdésétekre Necrogrim Facebookon tudok válaszolni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!